Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma augusztus 15-e van Mária és Alfred névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei, először csak röviden. Vízhiány, szárazság, pokoli hőség, tovább tombol a kánikula Szerbia szerte, némi enyhülés vasárnap érkezhet. Nem csak a termőföldeket, hanem az erdőket és a szabadkai homokvidék természetvédelmi területeit is veszélyezteti a szárazság. Ma van Nagy Boldogasszony napja, vagyis Szűz Mária mennybevételének ünnepe. Most már biztos, Jelena Karleussal lép fel a szabadkai városnapon, másnap pedig Charlie szórakoztatja majd a közönséget. A rendkívül magas hőmérsékleti értékek miatt vasárnapig vörös riasztás van érvényben Szerbiában. Az országban ezeket a napokat szárazság, kiszáradt kutak és vízhiány jellemzi. A rendkívül magas hőmérséklet miatt a legkiszolgáltatottabb helyzetben azok a személyek vannak, akik a szabadban dolgoznak, hívta fel a figyelmet a szerb közmédia műsorában dr. Bojana Uzelac. A belgrádi sürgősségi központ orvosa kiemelte, ilyenkor az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre is jobban oda kell figyelni. Fontos, hogy ők semmiképp ne menjenek ki a nap legmelegebb óráiban. A fiataloknak szintén kerülniük kell a napon való tartózkodást, tette hozzá a szakember. Što se tiče mlađih, ja apelujem znači da se izbegava alkohol, da se izbegava vožnja u alkoholisanom stanju, izlazak u ovim vremenskim prilikama je zaista neprikladan u tom periodu. Délben a legmelegebb városok közé sorolta Újvidéket a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Ekkor 36 fokot mértek a városban. Nem véletlen, hogy a forróság miatt rendkívüli mértékben megnövekedett az ivóvízfogyasztás a településen, emiatt a helyi vízművek és csatornázási kommunális közvállalat csökkentette a víznyomást a teljes elosztórendszerben. Az illetékesek továbbá felszólították a lakosokat, hogy figyeljenek oda jobban a vízhasználatra. A 021.rs hírportálon napközben egyes olvasók azt írták, hogy voltak olyan városrészek, ahol egyáltalán nem volt víz. A súlyos aszály miatt vízhiány van az ország keleti és nyugati részén is. Gornyi Milánovácon már rendkívüli állapotot hirdettek, emiatt tervszerű vízkorlátozás van érvényben, a polgárokat már napok óta ciszternákból látják el ivóvízzel. A szárazság és az ivóvízhiány a jószágállomány vízellátását is megnehezíti. Sjenica önkormányzata már két napja rendkívüli állapotot hirdetett a hőség és a szárazság miatt. Az állatállomány veszélyben van, kiszáradtak azok az itatóhelyek, ahol a hóolvadása miatt a víz általában természetes módon leülepedik. A sjenicai Vrelo kommunális közvállalat illetékese szerint éjjel-nappal érkeznek a környékbeli falvakba a vízellátó tartályok, és Sjenica egész területe veszélyben van. Nekoliko dana temperatura je još više skočila, padavina nije bilo u značajnom obimu, tako da smo mi došli u situaciju da na većem delu teritorije opštine Sjenica je vodosnabdevanje praktično onemogućeno. Jedino redovno, normálno vodosnabdevanje imamo do sad trenutno u gradu. A környéken nincsenek patakok, folyók, a tócsák kiszáradtak, súlyos az aszály, figyelmeztetett az illetékes. Mindennek következtében már feljegyezték az első állatpusztulási eseteket is. A következő napokban is folytatódik a kánikula Szerbiában. A forró napok a hétvégéig kitartanak. Pénteken a legmagasabb hőmérsékleti értékek akár a 40 fokot is elérhetik. A napos idő csak néhol szakíthatja meg zápor vagy zivatar. Újabb trópusi éjszaka várható 15-24 fokos minimumokkal. Szombaton a sok napsütés mellett gomoly és fátyol felhők is megjelennek az égen, de továbbra sem csökken jelentősen a hőmérséklet. Vasárnap számíthatunk némi lehűlésre, egy hideg front előterében már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként hevesebb viharok is lecsaphatnak. A legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül alakul. Hétfőn a napi csúcs hőmérséklet 31 fok lesz a jelenlegi előrejelzés alapján.
Nem csak a termőföldeken, hanem az erdőkben és a szabadkai homokvidék természetvédelmi területein is a szárazság az úr. Évről évre azzal szembesülnek a területet felügyelő természetvédelmi őrök, hogy egyre kevesebb a talajnedvesség tartalma. A természetes talajvizek szintje egyre mélyebbre húzódik. Ennek következtében az erdős részek és a füves puszták élővilága is pusztulásnak indul. Hetek óta 30 fok feletti hőmérsékletek uralkodnak Vajdaságban, nem ritkán még a 40 fokot is eléri a hőmérő higanyszála. Az ilyen szélsőséges időjárás nem csak az embereket viseli meg, a haszonnövények és a természetes élővilág is csapadékhiánnyal küzd. A szabadkai homokvidéken riasztó méreteket ölt a szárazság, amerre a szemellát kiszáradt a gyep. A szárazság másik jól látható jele az, hogy a szabadkai homokvidéken található öntöző gödrökben víz már csak elvétve akad. Itt a mögöttem látható helyen is a vaddisznók éjszaka túrták ki a sarat, hogy egy kis vízhez jussanak. Egyébként a talajvíz 4-4,5 méter mélyre húzódott vissza az elmúlt évek szárazságai következtében. Itt a probléma az, hogy egy nagyon nagy talajvízszint csökkenés van, mert évek óta, 90-es évek óta indult ez be, és most meg már eljutottunk talán arra a szintre, hogy egyszerűen nincsen összeköttetés a csapadék, meg a talajvíz között se kapillárcsokon nem tudnak már felszívódni ezek a nedvesség, amit a növények tudnának hasznosítani, így aztán különösen száraznak tűnik a puszta, majdhogy nem már ugye egy kiszáradt szavannának tűnik itt a szabadkai homokvidék. A talajvíz szintjének megemelése lassú folyamat, de a természetvédelmi őr szerint nem lehetetlen. A folyamat lényege az lenne, hogy a csapadékos időszakokban leesett esőt nem a vízelvezető csatornákba kellene vezetni, hanem lapos, gyepes területekre, ahonnan fokozatosan szivárogna a talajba. A szárazság az egész Kárpát-medencét érinti, a szomszédos Kiskunsági Nemzeti Park magyarországi szakemberei is ugyanezekkel a gondokkal szembesülnek. Természetesen több éve már beszélgetünk a dolgokról, és több lépést is megléptünk már ennek irányába, próbálunk pályázni. A vízügyjel fölletéve több ízbe a kapcsolat úgy a határon innen, mint a határon túl is, és igen, a problémát a magyarországi kollégák is hasonlóan látják, és a probléma megoldásában is hasonlóan gondolkodunk. Tehát egyértelműen itt az, hogy ki kellene alakítani tényleg azokat a területeket, amelyek senkinek nincsenek ellenére, hogy ott hosszabb ideig vízzel borítottak legyenek. A szakember szerint a védett területeken a víz mindig jól jön, a mezőgazdaság szempontjából pedig szintén előnyös a magasabb talajvízszint. Különösen száraz időszakokban pedig még a termőföldek öntöző csatornáiba is bekerülhet a csapadékos időszakokból visszatartott víz. Rekord meleg a földközi tenger, a vízhőmérséklet helyenként a 30 fokot is meghaladja. A mediterrán térséget sújtó elhúzódó hőség a földközi tenger vízfelszínét is alaposan felmelegíti. Tengeri hőhullámok alakultak ki Spanyolország, Olaszország és Franciaország partjainál, ahol 4-5 fokkal is melegebb lehet a víz az átlagnál, hőmérséklete helyenként a 30 fokot is meghaladja. Mallorca partjainál nemrég elképesztő 31,9 fokos vízhőmérsékletet mért az egyik bója. A tengeri hőhullámok egyre intenzívebbek és hosszabbak, ami veszélyezteti a tengeri ökoszisztémák egyensúlyát, biodiverzitását, valamint a légköri széndioxid megkötését is gátolja. Az Adriai tenger vize is egyre melegebb, az olasz partoknál 30, a horvát partszakaszon pedig 27-29 fokos a víz. Ma van Nagy Boldogasszony napja, vagyis Szűz Mária mennybevételének ünnepe. Augusztus 15-e a katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe. Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a megváltó édesanyjának, Máriának holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe.
Augusztus 15-e egyben Magyarország patronájának ünnepe. Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ez a nap egyben a Mária kegyhelyekre tartó zarándoklatok, körmenetek, búcsúk ideje is. Napjainkban az ünnep Jézus édesanyja mellett tágabb értelemben minden édesanyának, minden nőnek szól. Nagy boldogasszony napi búcsút ünnepeltek tegnap és ma a bánáti török topolyán. A kánikula ellenére erre az alkalomra a vajdaság minden részéről érkeztek zarándokok a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére. A rendezvény ma az ünnepi búcsú szentmisével zárult. A török-topolyai imaház és iskola falán 1854 decemberétől több alkalommal is megjelent Szűz Mária képe a kis Jézussal. Ennek híre ment és a hívek tízezrei jöttek el látni a jelenést. Török-topolya 1859 óta zarándok hely lett. Csodás gyógyulásokról tanúskodnak az akkori feljegyzések. Most már kevesebben vagyunk létszámban is, és ez a forróság se kedvez ennek a zarándoklatnak, de mégis kifejezzük az örömünket a szűzanyával együtt, hogy ő már a testével is a mennyben van, a teste is már élvezi, megújult teste, megdicsült teste, élvezi már a mennyei boldogságot, és ez a mi testi föltámadásunknak egyik remény köve. Az imaház helyén 1899 óta áll a Szűz Mária mennybe menetele Nagy Boldogasszony római katolikus templom, de jelenések voltak a templomban is. 10 éve, hogy bent a lobogókon lehetett látni Máriát. Na ki mit látott? Na most mellékös, mutogatták itt a Mária, ott van ez az. Én nem láttam semmit, olyan szépen kiláttam erre, egy fehér lobogón volt ez a Jézus, olyan szépen látszott szeme, szája, minden, a tövissel meg volt koronálva. Ekkorában láttam a lobogó. Na, az mind a hátulról, mint a világította volna, valami olyan szépen látott ott a Jézus. A zarándoklat résztvevői többségében szépkorúak, akik közül sokan egykor gyalog érkeztek Török-topolyára. Nekem annyira sokat jelentenek ezek a búcsúk, a lelki gyakorlatok, hogy szinte felújulok, megtisztulok. Családot is erre nevelem, most is itt van bent a férjem, a kislányom, kisunokám, és szeretném, ha az utódok is vinnék ezt. Sajnos azt veszem észre, hogy évről évre nagyon kevesen vagyunk, mindig kevesebben és kevesebben. Az zarándoklat, illetve a templom búcsú a jobb időket is megélt bánáti falu legnagyobb évi eseménye. A helybélieknek nagyon sokat jelent ez a búcsú, mert maga a falunap is úgymond falunapnak is számítják, mert sokáig nem volt falunap, vagyis nincs is falunap ezen kívül. Szerveknek is sokat jelent, nem csak a magyaroknak. A magyarság is, meg az egész lakós, aki már nem Topolyán él, nem Török-topolyán él, hanem már elhagyták az országot, vagy a falut. Ezen a napon, ha másik napon nem is, akkor hazajönnek meglátogatni a falut, meg a családot. A templomban és a templomkertben bemutatott szertartásokon beköszöntő ima, keresztúti ájtatosság, ige liturgia, gyónási alkalom és ifjúsági műsor is volt. Az ünnepi szentmisét Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök vezette, a zarándoklat gyertyás körmenettel zárult. Szűz Mária mennybevételének napjáról Tiszakálmán falván is megemlékeztek. Szentmisét tartottak, a gyerekeknek pedig délutáni kenyérsütési foglalkozást szerveztek. A nap a családok részére a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben zenés vacsorával zárult. Szentmisével emlékeztek meg Nagy Boldogasszony ünnepéről Tiszakálmán falván. A misén a helyiek mellett erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, magyarországi és vajdasági vendégek is részt vettek. Utána sárkány odaáll a A Magyarországi Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének tagjai először jártak Tiszakálmán falván. Az Adán megszervezett vándortáborok egyik programjaként látogattak a délbácskai településre. Tulajdonképpen mi a hagyományos családmodellt támogatjuk. A mi szemléletünkben az apa férfi, az anya nő,
és tulajdonképpen a család, az a gyermekek azok, amelyek megerősítik ezt a köteléket, ezt a szemléletet adjuk tovább a fiataloknak is, és ezt a szemléletet viszik ők is tovább. Csütörtök délután kenyérsütést is szerveztek a gyerekek részére a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület udvarában. A kenyereket a közösségi kemencében sütötték ki. Akkor tudod, hogy miből készül a kenyér? Lisztből, meg vízből, meg élesztő, meg só, meg még valami. Azokat nem tudok többet. És hogy készül a kenyér? Úgy, hogy berakják a kemencébe, utána az megdagad az élesztőtől, és akkor, vagyis szerintem az élesztőtől dagad meg, és akkor kész. A mise után a résztvevők a Tisza Kálmán életéről és politikai munkásságáról szóló ismeretterjesztő filmet nézhették meg. A helyi művelődési egyesület egyébként jó kapcsolatot ápol a Kárpát-medencei családszervezetek szövetségével. Ezek a kapcsolatok nagyon, nagyon fontosak számunkra, különösen ezek a táborok, amikor össze tudunk jönni, és például ezek a gyerekek, akik ma nálunk voltak, ezek még soha nem voltak Délvidéken, és megcsodálták, hogy itt valójában magyarul beszélünk, magyarul tevékenykedünk, magyarul folyik a mise, hogy Újvidéken is magyarul tudnak az emberek beszélni, újságot olvasni. Az esemény részeként a közösségi házban a helyieknek zenés vacsorával kedveskedtek a szervezők. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Véget ért a művészet és műemlékvédelem elnevezésű művésztelep Óbecsén. Az UFK Beograd együttesét fogadja a bajnokság 5. fordulójában a TSC labdarúgó csapata. Európában is megjelent a majomhimlő agresszívebb változata. Svédországban regisztrálták az Mpox régebbi nevén majomhimlő fertőzőbb és halálosabb változatának első Afrikán kívüli esetét, jelenti a BBC. Svédország közegészségügyi ügynökségének közlése szerint a személy egy olyan afrikai területen fertőződött meg, ahol jelenleg erős járvány van. Az Egészségügyi Világszervezet szerdán globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, mivel az elmúlt időszakban egyre durvább himlőjárvány kezdett el kibontakozni Afrikában. Az Mpox egy vírusos betegség, amit fertőzött állatok és emberek terjesztenek. A WHO szerint terjedhet szoros érintkezés útján, mint például érintéssel, csókkal vagy szexuális úton, valamint szennyezett tárgyakkal, például lepedővel, ruhával vagy tűvel is. Influenza-szerű tüneteket, bőrelváltozásokat okoz, és végzetes is lehet. 100 esetből 4 halálhoz vezet. A fellépők szerződéseinek aláírásával biztossá vált a Szabadkai Városnap programja. Ennek értelmében a főtéren szeptember 1-én este 9 órától a népszerű szerb folkénekesnő Jelena Karleusa lép fel. Ez a koncert hozzávetőlegesen adóval együtt mintegy 40 ezer eurónak megfelelő összegbe, vagyis 4,8 millió dinárba kerül, írja a Subotica.com. Másnap, szeptember 2-án Horváth Károly művész nevén Charlie szórakoztatja majd a közönséget. A magyarországi előadó fellépése adóval együtt hozzávetőlegesen 13 ezer euróba kerül majd. Augusztus 30-án pedig a Szabadkai Szimfonikus Zenekar szórakoztatja majd a közönséget. A városnapon várhatóan a tűzijáték sem marad el. Immár 12. alkalommal tartották meg Vajdaságban a művészet és műemlékvédelem elnevezésű művésztelepet, amelyre ezúttal a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és az Óbecsei Városi Múzeum közös szervezésében került sor Óbecsén. A program tegnap este kiállítás megnyitóval zárult.
Egy kis performance az Óbecsei Weinberger házban, illetve a művésztelep egykori és új résztvevőinek munkáiból készült kiállítás az Óbecsei Városi Múzeumban. Ezzel a programmal zárult szerda este a Művészet és Műemlékvédelem elnevezésű művésztelep, amelyre Pécsről érkeztek egyetemi hallgatók. A fémművesnek tanuló Simonváros Csenge egyéni és csoportos munkáival is alkotott Óbecsén. Nagyon élveztem, mert nagyon jó volt, ahogy így közösen dolgozunk, jönnek az ötletek, így valaki mond valamit, a másik erre reflektál, és akkor ebből végül így kialakul valami, amit így elvezünk csinálni, jó a hangulat, és... Kis Lúcia kárpit szövőnek tanul, ő ecoprint technikával készített, növényekkel színezett alkotást. Nagyon jó volt maga a környezet, a hely is, jó volt így új ismerősöket szerezni, és összességében nagyon jó volt alkotni is. A képzőművészetet és műemlékvédelmet ötvöző program ötletgazdája dr. Raffai Endre, vajdasági származású művészettörténész. A program célja a művészet eszközeivel ráirányítani a figyelmet építészeti örökségünkre. Óbecsén például kevesen ismerik a főutcai Weinberger házat. Nagyon remélem, hogy a Weinberger házból valamiféle képzőművészeti találkozó hely lesz egyrészt, tehát alkalom és lehetőség nyílik majd a jövőben is művésztelepek, illetve mesterkurzusok tartására és kisebb képzőművészeti kiállítások rendezésére egyrészt, másrészt pedig a Weinberger család emlékére emlékszobát vagy emlékszobapárt kívánunk berendezni. Az 1941-ben épült Weinberger házban bemutatott alkotások mellett az Óbecsei Városi Múzeumban is kiállítottak most készült műveket, de itt régebbiek is láthatók. Ez a 12. művésztelep, amiben mi is segítettünk a szervezésben, és a becsélyek még nem láthatták az előző 11-nek az alkotásait, úgyhogy ezt mutatjuk be most elsősorban a múzeummal, azzal, hogy egy-két olyan tárgy is felkerül, egy-két olyan alkotás is, amit az idén alkottak a látogató művészek. Az Óbecsei Városi Múzeum kiállítása szeptember elejéig tekinthető meg. Minden készen áll az augusztus 20-i tűzijátékra Budapesten. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csaknem 5 km hosszú úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg a nemzeti ünnepestéjén. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz. Az idei Szent István napi tűzijátékot tűzmozsár, kartács, római gyertya, görög tűz, szikraszökő kút és lángefektek teszik látványossá. A több mint 29 ezer pirotechnikai terméket mintegy 500 indítási pontról, köztük 9 folyami uszályról, 65 pontról, a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról lövik a magasba a szakemberek, akik 6 hónapja készülnek az eseményre. A zenei aláfestésben a magyar népdal hagyomány ismert darabjai mellett a legnagyobb zeneszerzők, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán darabjai is megjelennek majd. Az OFK Beograd együttesét fogadja a bajnokság 5. fordulójában a TSC labdarúgó csapata. A topolyaiak vezetőedzője igazi derbire számít, hiszen a fővárosi együttes az első 4 fordulóban ugyanúgy 7 pontot gyűjtött, mint a TSC. Deán Kláfurit elmondta, a céljuk a győzelem, hiszen az újabb sikerrel tartani tudják a lépést az élbójjal. A topolyaiak jelenleg a 4. helyen állnak a Szuperligában. Az OFK Beograd elleni mérkőzés pénteken 18 óra 55-kor kezdődik a TSC arénában. Očekujemo tešku utakmicu, OFK Beograd kao povratnik u prvu ligu ima jako dobre rezultate na početku sezone. To je momčad koja je sastavljena od spoja prekaljenih internacionalaca, iskusnih igrača i nekoliko jako dobrih mladih igrača. I imaju dosta dobru individualnu kvalitetu, tako da očekuje nas teška utakmica u kojoj naravno idemo na pobjedu. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei röviden. Vízhiány, szárazság, pokoli hőség, tovább tombol a kánikula Szerbia szerte, némi enyhülés vasárnap érkezhet. Nem csak a termőföldeket, hanem az erdőket és a szabadkai homokvidék természetvédelmi területeit is veszélyezteti a szárazság.
Ma van Nagy Boldogasszony napja, vagyis Szűz Mária mennybevételének ünnepe. Most már biztos, Jelena Karleussal lép fel a Szabadkai Városnapon, másnap pedig Charlie szórakoztatja majd a közönséget. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Ha tehetik, folytassák az estét a Pannon Televízióval. Szép estét kívánunk, a viszontlátásra!